Üdvözlök mindenkit, Nagy István Zsolt vagyok, a Mozaik Kiadó munkatársa. Az alábbi videóban szeretném megmutatni, hogy hogyan tudjuk a mozaikos tananyagokat használni a Google Classroom virtuális osztályteremben. Tankönyvet fogunk használni, munkafüzetet fogunk megosztani, 3D-t fogunk megnyitni és elküldeni a gyerekeknek. Illetve be is tudjuk írni azt is, hogy a házi feladatot is fognak kapni tőlünk. Az egészhez mindenképpen használni fogom a Mozabook szoftverünket, a Mozabook tanári szoftverünket, illetve használni fogom természetesen a Mozaweb oldalunkat is. Annak segítségéül, hogy a tankönyveket, illetve a munkafüzeteket vagy 3D-ket hogyan tudom majd hozzáadni a virtuális osztálytermemhez. Na de kezdjük is el. Nincs más dolgunk, mint a virtuális osztálytermünkben létrehozni a tananyagot. Adjunk meg neki egy címet. Ezúttal a várháború kora lesz a tananyagunk. Adunk egy leírást, amely úgy fog szólni, hogy meg is vagyunk. Még itt a tananyaghoz hozzáadunk egy nevet, legyen történelem 6, illetve vár háborúk kora. Meg is vagyunk, és akkor kezdjük el a tananyagnak a hozzáadását. Választjuk az add, azaz hozzáadás gombot, majd a linkre kattintsunk. Itt ugye linket fogunk tudni megadni, már is menjünk a Mozaweb oldalra, keressük meg az ingyenesen elérhető 6-os történelemkönyvet. Ugye ez most tanárnak is, diáknak is ingyenesen elérhető lesz, tehát ezzel gondunk nem lesz. Menjünk a megnyitásra. Kicsit előkészültem, így most már ez a 80. oldalon fog pont megnyílni. Kattintsunk itt fönt a linknek a kijelölésére, majd a másolására, és már is a beillesztéssel hozzá is tudjuk adni az első tananyag részletünket. Menjünk is tovább, ugye kértem a munkafüzet oldalt is, hogy ellenőrizzék a tudásukat, keressük meg a munkafüzetet is. Meg is van. Természetesen ez is ezen az oldalon fog megnyílni, mert már előre beállítottam. Itt is másoljuk ki a linket, és tegyük hozzá a tananyagunkhoz. A 3D-s jelenetet is kértem, hogy nézzék meg a gyerekek. Ehhez ismét a Mozaweb-et kell segítségül hívnom. Bemegyek a 3D-be, megkeressük az Egrivár 3D-t, és már meg is találtuk, és egyszerűen csak a címnél jobb egér gombot kell nyomnom, és azt kell neki mondanom, hogy link címének másolása, ha rákattintok, visszamegyek a osztálytermembe, és linkként már is hozzákapcsolom a tananyagomhoz. Meg is van mind a három, illetve tekintsétek meg Dobó beszédő című filmrészletet, ezt még ide belehelyeztem azért, hogy ezt is hozzá tudjam adni, hogy igazán teljes legyen a tananyagom. Meg is van, ezt is hozzáadom, és már is készen vagyok az általam készített osztálytermi tananyaggal. Rámegyek a posztra, ami azt jelenti, hogy akkor most készen van a tananyagom. Nézzük is meg, hogy amennyiben diáként belépek, akkor már látom-e. Itt is van. Rá is tudok kattintani. Szépen a tanulónál is megjelentek a különböző linkek. Nézzük meg, hogy működik-e. Ha rákattintok, azt mondja, hogy ide, akkor mivel nem jelentkeztem be, ezért ugye előbb be kell jelentkeznem, de bejelentkezés után rögtön a tankönyvnek a 80. oldala fog megnyílni, már is
tanulóként el tudom végezni a rám szabott feladatot, azaz el tudom olvasni a leckét és annak minden oldalát. Ugye a tanár azt is kérte tőlünk, hogy nyissuk meg a 3D-s jelenetet, kattintsunk a következő linkre, és már nyithatjuk is a 3D-s jelenetet. Meg is tudjuk nézni a 3D-t. Jó, tehát ez kiválóan fog működni, a gyerekek körbe tudják nézni, körbe tudják járni. El tudják olvasni, amire szükség van. Ez azért is lesz érdekes, mert ugye a házi feladatot majd tanárként már ezek alapján fogom nekik feladni. Meg is vagyunk, és akkor most már csak a harmadik linket kell megnéznünk, hogy működik-e. Az pedig a munkafüzet lesz. Így is van, 32. oldal, már is el tudjuk kezdeni megoldani a feladatot, és ellenőrizni is tudjuk a tudásunkat a kis pipa jellel. Látni fogjuk, hogy valóban jól tudtuk-e azt, amit meg kellett tanulnunk a tankönyv alapján. Ellenőrizzük le azért, hogy a YouTube link is működik-e. Ez is jól működik, úgyhogy ezzel is növeltük a tananyagunknak a minőségét. Ezek után úgy említettem a gyerekeknek, hogy házi feladatot is szeretnék nekik feladni. Ezt már a mozabookon keresztül fogom nekik tudni feladni. Először is ugye létre kell hoznom egy feladatot. Ezt én ugye korábban már létrehoztam. Párosítósat, sorba rendezőset, kiegészítős feladatot, illetve egy keresztrejtvényt is csináltam. Ehhez a programnak a feladatszerkesztőjét használtam, melyet a kalapács ikonon fogom megtalálni, interaktív feladatszerkesztő névvel. Az interaktív feladatszerkesztő használatáról a YouTube csatornánkon egy-két különböző videóban is lehet információt találni. Mindenkit kérek, hogy regisztráljanak be a YouTube csatornánkra, és nézzék meg ezeket a videókat. A házi feladat feladásához pedig a házikó ikonra fogok menni, új házi feladat feladása. Nincs más dolgom, mint kiválasztani a feladatsort, amit ugye én szeretnék feladni a gyerekeknek. Hozzáadom a listához. Tovább. Vagy kiválasztom a korábban létrehozott csoportot, vagy akár egyesével is tudok tanulóknak küldeni házi feladatot. Én most ezt fogom választani, most magamnak fogom elküldeni a házi feladatot. Meg is vagyok. Tovább. Ugye meg tudunk adni egy határidőt, amíg meg kell csináljuk. Ugye én beírtam, hogy ezt szeretném, hogyha még ma megcsinálnák, úgyhogy a 19-e maradjon, és legyen mondjuk este 7 óra, amíg meg kell csinálni. Várom a megoldásokat. Csak ügyesen legyen mondjuk ez a utasításom, küldés, és már is feladtam a házi feladatot. Amennyiben további segítségre, további videókat szeretnénk megnézni, akkor említettem a kérdőnök a YouTube csatornáját, ezt most szeretném meg is mutatni. Itt a Mozaik Kiadó beírása mellett a playlistünket megtekintve látható, hogy itt vannak a feladatszerkesztősek, interaktív feladatgenerálás 3D animációból, hogyan működik maga a mozabook, letöltések, segítő funkciók. Kérek mindenkit, hogy nézegesse meg a videókat, és ha bármi plusz információra lenne szükség, akkor pedig keressenek minket a mozaweben, az oldalán a segíthetünk funkció alatt. Keressék területi képviselőinket, akik szívesen segítenek önöknek abban, hogy hogyan működik a program, hogyan tudják megszerezni a programot. Köszönöm szépen a figyelmüket!
találkozunk egy következő videóban.